Na szevasztok, csibészek! Szóval arra gondoltam, hogy bemutatom nektek, hogy milyen így nagyjából egy hétvégén. Nem tudom, hogy még mi fog történni ezen a hétvégén. Viszont az biztos, hogy mindegyik hétvégémet a Szóval az összes hétvégén spontán, és légy szíves, ha nincs jobb dolgotok, akkor most tartsatok velem ebben a néhány percben, és néhány ismerős arc is feltűnhet majd a kamera lencséje előtt, még nem mondom el, hogy ki, például Kis Roland, meg a Magyar Barbara. Na halló, jó reggel gyerekek, boldog szombat van ma, most éppen suhanok el éppen a kis Barbie-ért, hogy aztán utána egy jót videózzunk. Barbie-val oltogatni fogjuk egymást bármelyik videóba, ebbe vagy abba. Ez nem azért van, mert haragszunk egymással, hanem imádjuk egymást oltogatni. És nagyon kis munkás dolgok ezek. Szóval, mi van? Ja, mindegy, amúgy kamázzuk egymást, ez a lényeg. Ez a gid? Ez a gid. De gyerekek, itt van velem most már Barbika, drágám. Hello, my friend. She's my love, I really know what it means. Pull the trigger, ain't nobody gonna go for you. Pull the trigger, business, let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. And she had her heart on. Hagyjál már végén! Amúgy elmondtam a vlogba előre, hogy egymást oltogatni fogjuk, akkor nem azért van, mert utáljuk egymást, hanem azért, mert szeretjük. Ja nem, de én utállak. Hát ez már. Anya! Gyere, nem tudom a nagyvilágnak, hogy néz ki az anyukám. Tudtam! Manci, pont most ne! Mert ma kozmetikában voltam, és brutál a fejem. Nem, így is szép vagy. Ez itt a Kristóf. Várjátok, mert nagyon nagy az orrom, vagyis... Hát igen, jó, akkor visszamehet. Így. Akkor... Ez itt... ez... Várjátok. Te figyelj! Tiszta ujj! Gyerekek, kedves Barbie-val leforgattuk a kis vlogunkat. Uh-huh. Drágaságomban nézzétek, mit csináltunk? Ilyet. Azt amúgy a Kristóf csinálta, vagyis hát részben. Igazából majdnem sem ennyire, de amúgy nem voltál annyira szar. Tényleg? Uh-huh. Te őszintén mondod? Uh-huh. Úgy szeretem. Csá Barbie! Csá Barbie! Rád zoomolok, hol vagy? Ott van a Barbie! Na csibészek, nem tudom, mit mondtam, hogy mi lesz a mai program, de az a lényeg, hogy megbeszéltük, hogy megyünk moziba, aztán úgy volt, hogy mégsem megyünk moziba. Aztán most úgy néz ki, hogy mégis megyünk moziba, mert megyünk moziba. És én már nem tudom, mit mondtam nektek. Viszont az a lényeg, hogy 25 percnyire van körülbelül a legközelebbi hely a Camp Nou-ba, lehet menni moziba. És fél hétkor kezdődik a film, és most van 7:15. No, de mindegy. Most megyek a Rolandért. És, ja, megyünk moziba. A gyerekek, az van, hogy most értünk ide, most a futótempó van, most van 34, elvileg 4 percen megy a film, de hát mi nem késünk, mi érkezünk. Most megyek át filmkritikusba, 1 percre, hát ilyen egy ilyen szar filmet, mint a, mi volt a címe? A nagy fal. A nagy fal. Az úton jársz, bírnod kell a célig, egyre mész, nem válsz, lehet nyár vagy tél. Gyermek ember az égre néz, lelked már a jóra kész, büszkeség és józan íz. Legyen hó, még sose volt hasonló. Na csibészek, ennyi lett volna ez a szombati nap. Most megyünk haza, most már csicsikálni, mert most már hosszú volt a nap és kiszáradt az iga. Freestyle volt, és remélem, hogy nem volt benne a hiba. Köszönöm szépen! Na az van, hogy a közös videózás a Rolanddal elmarad a héten, a lányok és fiúk, mert
nála este lesz, vagy délután lesz összejövetel, és arra nem érnénk oda, ja, megtanulnom is kéne, mert így egy picit úgy elmaradt a dolog a héten, és elcsúsztatjuk jövő hétre, szóval cummer, de intézkedünk. Ja, ennyi. Egyelőre a mai terve az, hogy menjünk a Rolandhoz, meg tanulunk. És most következik a hétvégének azon része, amikor jön a chill rész, megtanultam minden fajn, most megyünk Rolandhoz. Tedd már bele, kösz. Ne, inkább ne. De ez belerakom a szádba. Csivészek, ennyi lett volna az a kis vlogocska, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy rohadt nagy lájkot, és hogyha szeretnétek, hogy folytassam, akkor meg egy rohadt nagy kommentet hagyjatok. Ja, vigyázzatok magatokra, és jót ne halljak rólatok. Sziasztok!